Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon az ige hirdetésnek az alapigéjeként. 70. vasárnapja van. Meg van írva a mai textusunk Péter Apostolnak az első levelében, az második fejezet első öt versében. Istenek igét, amennyiben van rá lehetőségünk helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja az apostol, Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Mivel megizleltétek, hogy jóságos az Úr, járuljatok ő hozzá, mint élőkőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek, Épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Növekedés vagy halál. Talán így tudnánk leírni legrövidebben a globális kapitalizmus gazdasági ökölszabályát. Hogyha gazdasági híreket olvasunk, vagy nézzünk, vagy éppen hallgatunk, akkor rendszerint ilyen híreket hallunk, hogy ennyi és ennyi a GDP növekedés, ennyit csökkent a részvények árfolyama, ekkora a profit növekedés. Olyat soha nem hallunk, hogy egy adott állam vagy egy adott cég köszöni szépen jól van, és megelégszik annyival, annyival amilyen van. Ennek az oka az, hogy az egész rendszer a növekedésre van ráállva. Tulajdonképpen a ma gazdasági rendszerében a bővülés, a növekedés az a lakmuspapír. Azaz ez jelzi azt, hogy az adott cég az milyen állapotban van. Ha növekszik valaki, és megfelelő ütemben növekszik, akkor az oké, okay, de hogyha nem, akkor pedig mehet a levesbe. Évtizedekkel ezelőtt amikor már azért a kapitalizmus a bolygónk nagy részén már elterjedt, persze nem az egészén, nem annyira, mint most, de mondjuk a nagy részén, akkor rájöttek arra, hogy ez így nem fog menni, mert hogy ahhoz, hogy egy cég növekedni tudjon, vagy akár egy állam növekedni tudjon, ahhoz elő kell állítani valamit. Vagy egy terméket kell előállítani, vagy pedig valamilyen szolgáltatást. És bármit is csináljon egy cég, vagy éppen az állam ebben a termelésben, ahhoz erőforrásokra van szükség. Vagy akár a természeti erőforrásokra, nem tudom én, olajra, szénre, kőre, fára, bármi, vízre, bármi másra, vagy éppen emberi erőforrásra van szükség, humán tőkére, hogyha úgy tetszik. Különben ebben is érdemes belegondolni, hogy micsoda súlyos szó az, hogy humán erőforrás. Tehát, hogy egyfajta erőforrásként, vagy olajként, vagy, vagy faként, vagy vízként tekint a gazdasági rendszerünk az emberekre is. Zárója bezárva. És hát mivel rájöttek arra, hogy ez így nem tartható fönt, ezért kitaláltak egy olyan fogalmat, hogy fenntartható fejlődés. Ami első látásra úgy, vagy hát első hallásra úgy tűnhet, hogy a kecske is jól akik meg a káposzta is megmarad, hogy fejlődés van, de mindez fenntartható módon. A probléma csak az, hogy ilyen, hogy fenntartható fejlődés, ilyen, legalábbis abban az ütemben, ahogy ez, ahogyan ez elvárt ma, úgy nincsen. A bolygónk erőforrásait ugyanis olyan ütemben használjuk már el, ami már nem úgy katasztrófával fenyeget, hanem tulajdonképpen már a katasztrófát éljük, még akkor is, hogyha nem véljük ezt felfedezni a mindennapokban. Észre kellene venni azt, hogy a bolygónkon már nincs olyan, hogy fenntartható fejlődés. Abba kellene hagyni a fejlődést és a növekedést. Mert hogy már nincs miből. Minden évben az egy évre így kiszámított erőforrásainkat már olyan augusztus magasságába elhasználjuk a bolygón. Tehát már a tartalékainkat éljük föl. Persze sokan eljutottak erre a következtetésre, hogy ezt így nem lehet tovább csinálni, de még mindig nem elegen, és főleg nem olyan pozícióban, akik érdemben változtatni tudnának a rendszernek a működésén. Érdekes ennek mentén persze arról beszélni, hogy lelki szempontból is van növekedés és fejlődés. Ezt írja az apostol, levetve tehát minden gonosságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, és még ezt is mondja az apostol, magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá. Nem is egyféle, hanem mindjárt kétféle növekedésről beszél itt az apostol. Van egy egyéni és személyes növekedés a hívő életben, és van egy közösségi növekedés, a hívő emberek összessége, vagy hát mondjuk így, hogy a, a különböző közösségek, szerte a világon keresztény közösségeknek a növekedéséről van itt szó. Péter Apostolnak a levele alapvetően a hallgatóságát tekintve olyan korban is olyan közösségeknek íródott, ahol nagyon sok volt a friss keresztény. Ugye akkoriban ez nem volt ritka, hogy valaki frissen lett keresztényé, sőt a többség ilyen volt, hiszen még a kereszténységnek az első lépései között van az az időszak, amikor Péter apostolnak a levele is született. És hát azt mondja, hogy legyetek tisztában azzal, hogy a keresztény életnek alapvető mozdulata a növekedés. És tulajdonképpen nagyon hasonló a keresztény életnek, és a mai gazdasági rendszerünknek az ökölszabálya ugyanis növekedni kell. A hívő lét nem egy statikus állapot, nem olyan, amiben belekerülünk és akkor ott vagyunk, hanem egy olyan, ami folyamatosan bővül és növekednie kell. Csak úgy, mint a biológiánknak, úgy a lelkünknek is, és ugyanúgy erőforrást igényel, ugyanúgy időt igényel, ugyanúgy energiát igényel a lelki növekedés is. És ennek fényében a befektetett energia, idő, stb. fényében növekedünk, vagy sem. Lassan megkezdjük a bőti időszakot, és a mai vasárnap együtt még a következő kettővel, tehát 70 60 és 50 vasárnapja, amelyek ugye a bőjt elő vasárnapok, és azért nevezzük őket így, mert hogy körülbelül 70-60 és 50 nappal vannak húsvét előtt, egyfajta előszobája, vagy ha úgy tetszik, bemosakodó helyisége a bőti időszaknak. A bőjt pedig elsősorban a takarításról szól. Nem a tavaszi nagy takarításról a lakásban, vagy a házban, hanem elsősorban belső, lelki nagy takarításról. Ahogyan Péter Apostol is írja, levetve tehát minden gonosságot, minden álnokságot, képmutatást és irítséget és minden rákalmazást. Mindezek és még sok minden más, nem kell, hogy részét képezze az életünknek, és egy jó időszak, a bőti időszak arra, hogy ezekre rátekintsünk, és kitakarítsuk az életünkből, és bizony ez szükségeltetik ahhoz az egyéni és folyamatos fejlődéshez és növekedéshez, amiről itt Péter Apostol is beszél. És emellett ugye szó van, amiről még nem beszéltünk bővebben, a közösségi növekedésről, fejlődésről is. És az a feladat, Péter Apostol azt mondja, hogy nem csupán egyénileg, nem csupán az individumnak, az egyénnek, a hívő embernek kell növekednie, hanem a hívő emberek csoportjának is. Úgy ott is feladatunk, hogy gyülekezetileg, közösségileg épüljünk, szépüljünk, és az Isten útján járjunk együtt. És ez azért is nagyon fontos, mert a kettő egymás nélkül nem megy. Az egyénnek is szüksége van a közösségre, és a közösségnek is szüksége van az egyénre, hiszen egyénekből áll. Csak Ez bizony önmagunkban nem megy. Sem egyénileg, sem pedig közösségi szinten. Hiába akarok én fejlődni, hiába van minden erőlködésem, ugyanis a lelki fejlődésnek a kulcsa és motorja nem bennem van, hanem valakiben másban. Ezt is írja az apostol, mivel megizleltétek, hogy jóságos az Úr, járuljatok ő hozzá, mint lelki kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Krisztus az, akihez újra és újra vissza kell térni ahhoz, hogy magunk újra és újra erőt merítve belőle fejlődni, növekedni tudjunk. A hamisítatlan lelki tejre, amiről itt az apostol beszél, az evangéliumra van szükség ahhoz, hogy mi fel tudjunk épülni, és aztán a sok hívő ember közössége együtt egy lelki házzá így fogalmazan. Az apostol egy lelki házzá tudjon növekedni, amelyben az Isten otthonra talál. Jézus Krisztus a forrás, az energia és a habarcs is a sok-sok élőkő között, akik fölépülnek lelki házzá, és ő a tervezője is mindennek egy szemében. És azonban fel kell tennünk a jogos kérdést, hogy vajon lehetséges-e ez? Lehetséges-e folyamatosan és állandóan fejlődni és növekedni? Hiszen pont az elején beszéltünk arról, hogy nem létezik olyan, hogy fenntartható fejlődés, legalábbis gazdasági szempontból. És igen, bár gazdasági szempontból nincsen fenntartható fejlődés, lelki szempontból azonban nagyon is van. Ugyanis amíg a bolygónk egy zárt rendszer, és egy zárt rendszerben, ahonnan nem jön kívülről be semmi, mondjuk így, az egyszerűség kedvéért, tehát egy zárt rendszerben a fejlődés csak egy bizonyos szintig lehetséges, hiszen az erőforrások korlátozottak, egységnyi erőforrás van mindenből, addig a lelki fejlődésben, az Isten erőterében mi a végtelen Úr kezében vagyunk. Aki nem egy zárt rendszer, hanem maga a végtelenség. És Jézus Krisztus, aki ez újra és újra, mint élő élőkőhöz visszatérünk, hogy magunk is élő kövekként épüljünk föl lelki házzá, ő egy végtelen erőforrás lehet az életünkben. Nem nekünk kell a hátteret, nem nekünk kell a nyersanyagot, vagy ha úgy tetszik, az üzemanyagot biztosítani ahhoz, hogy ez a növekedés folyamatos és jó legyen, hanem Krisztustól kapjuk ezt. A kérdés már csak az, hogy hajlandóak vagyunk-e ezt elismerni, és a gyakorlatba is átültetni. Vágyunk-e arra, hogy újra és újra visszatérjünk Jézus Krisztushoz, a forráshoz, az élőkőhöz? De jó lenne, ha így lenne. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük Neked a lehetőséget, hogy újra és újra visszatérhetünk hozzád benned van a reménységünk, benned van a vigasztalásunk, benned van a gyógyulásunk. Ébresz vágyat a szívünkbe, hogy újra és újra odaléphessünk hozzád. Amen.